2013. június 8-án Komáromra figyelt az ország, hiszen a Dunán levonuló árhullám több szakaszon rekordvízállásokat eredményezett. Komáromnál 845 cm-en tetőzött, így nagy kihívást jelentett az árvízi védelem. A válsághelyzetben megtapasztalt összefogás emlékét idézve, immár másodszorra szervezték meg a Miénk a gát futóversenyt a monostori erődben. A Megyei Védelmi Bizottság a tavalyi megmérettetés sikerén felbuzdulva teremtett hagyományt ennek a sporteseménynek. A távot próbáltuk ahhoz kötni, hogy ami Komáromnál kialakult legnagyobb vízszint 2013-ban, a legnagyobb vízszint itt 2013. június 8-án 845 cm volt, és ehhez kötöttük a távot, tehát a középtávunk az 8450 méter, a hosszú távunk az a kétszeres ennek a legnagyobb vízszintnek 16900 méter, és a rövid távunk pedig a legnagyobb vízszintnek a fele. A június 7-i futóversenyen a hivatásos állomány emberi oldaláról is megmutatkozott, akár csak akkoriban, amikor az árvízi védekezésben olyan nagy erőkkel helytáltak. Részt vettek benne a vízügyesek, részt vett benne a Magyar Honvédség nagyon nagy erőkkel, a rendőrség, a tűzoltóság, a önkéntes mentőszervezetek, a közigazgatási szervezetek, a polgármesterek, tehát nagyon-nagyon nagy létszámmal vettek részt ebbe a védekezésbe, és ugyanúgy, mint most is a gátfutáson 220 fő nevezett ide, és ez 25 szervezettől neveztek ide most a futásra. Az eseményen észak-komáromi futók és komáromi iskolások is bizonyítottak. Elég szép létszámba jöttek is, iskolánként 5-6 fővel. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok is ismerjék meg ezt a együttműködést, lássák ezt az együttműködést, és lássák azt, hogy bármilyen veszélyhelyzetben katonák, rendőrök, tűzoltók együtt tudnak működni, és teszik azt a feladatot, amit tenni kell nekik. A rendkívüli összefogásra emlékeztető futóalkalom a jövőben is folytatódhat. A szándék ugyanis tovább fennáll, hiszen a gátfutóverseny a szervezetek közti együttműködést is erősíti.